A héten néztem egy filmet, mert 2016 májusában kellett volna, hogy bemutassanak, de a főszereplő sérülése miatt ezt eltolták másfél később januárban. Magyar az operatőr, pedig egy igazi hollywoodi rutin munka. Egy regény feldolgozás, mely igaz eltér az első részben felvetett Robin Hoodos álmagyermekes hangulattól, de ez meg mindig az útvesztő, ráadásul a harmadik befejező rész a halálkúra. Az útvesztő körül egyértelműen fel lehet fedezni egy ilyen szkeptikus ködöt. Egyébként alacsony költségvetésűnek mondják, átszámítva körülbelül olyan 15,5 milliárd forintból készült, amit két oldalról is meg lehet közelíteni. Az egyik oldal az, hogy mondjuk a hasonló stílusú film a beavatott első része, az 21 milliárdból készült körülbelül, még a másik oldal az, hogy Magyarország tavaly összesen költött filmekre 30 milliárdot körülbelül. A harmadik részben végre főszereplőink menekült kolóniája készen áll arra, hogy egy hajó segítségével elhagyja a veszett által uralt utópisztikus veszélyes világot. Azonban Thomas Szék egyik barátja még mindig fogságban van, és nem hajlandóak nélkül elmenni. Ezért kezdetét veszi egy lehetetlennek tűnő magánmentő akció. Az útvesztő halálkúra történetében mégiscsak van valami, ami távol tart minket attól a 10 pontos filmélménytől. Ahhoz, hogy ezt megértsük, meg kell ismernünk a frissesség és az organikusság kapcsolatát egy történetben. A frissességet a leginkább úgy tudjuk jellemezni, hogy mondjuk veszünk egy konfliktust, ami egy fal. És az a feladat, hogy ugorjuk át ezt a falat. Az első ötlete mindenkinek az lesz, hogy lendületet vesz, fut, támaszkodik és átugorja. Ez a legunalmasabb megoldás. A következő már az, hogy egy trambulintúra teszek, pattanok és átugrok. A harmadik, hogy repülni fogok, a negyedik az, hogy teleportálok, az ötödik pedig, hogy lerombolom. Minél távolabb kerülünk az első unalmas megoldástól, annál frissebb és egyedibb sztorit kapunk. Az organikusság pedig csupán a természetességet jelenti, azaz, hogy elhiszem-e, ami történik a képernyőn. Ha én kicsi vagyok, vékony és nagyon gyenge, akkor nem fogom lerombolni azt a falat, így nem fog elhinni a néző, hogyha mégis lerombolnám a filmbe. Tudunk olyan filmet, amelyek mind egyediségében és organikusságában nagyon ott vannak, de a halálkúra az csak középszerű mindkettőben. Egészen sportot lehet űzni abból, hogy más filmekből átvett elemeket, nem is átvett elemeket, másolásokat fedezünk fel. Amikor a folyosón megyünk és lövöldözünk sisakos emberekre, ez egyértelműen a Star Warsból átvett hangulatot adja. A zombik miatt az Z-világháború és a legenda vagyok, illetve a Walking Deadből egészen átemeltek, lemásoltak egy konkrét jelenetet, amikor bemennek az alagútba és beszorítják őket a zombik. Ezen felül találtam még Vörös Koponya és Joker hasonmás. A föld alatt szerveződő illegális bandák egyértelműen a Matrixot idézik számomra, az egész szituáció ráhúzható egy Ryan közlegény megmentése, az egész széria nyíltan követi az éhezők viadalát. Sőt, én még féltem felfedezni egy Saul fia hasonlóságot, hiszen a lázadók közül az egyik ember totál úgy néz ki, mint Rőri Géza a Saul fiában. Az útvesztő halálkúra szerkezete olyan, mint hogy egy igazán teljességet adó jó film szerkezetének a második felébe csatlakoznánk be. Hiszen az eleje és a vége között alig 2 nap telik el. A legelején egy akciójelenettel kezdünk, amit le is zárunk, majd azonnal megalakul a főszereplő vágya, és apró konfliktusokon keresztül jutunk el a lezárásig. A filmben minden adott arra, hogy igazán megismerjék a karaktereket, hiszen konfliktusból konfliktusba esnek. Azonban ezek a karakterek mégsem mélyülnek el, hiszen a saját taktikájuk valahogyan sosem elég ahhoz, hogy megoldják ezeket a konfliktusokat, mindig valami külső segítség dobja át őket a következő feladatra. Emiatt, hogy az ő taktikájuk sosem elég, gyengévé és üressé válnak a karakterek, így a színészi szimpátia lesz az, ami kicsit sorrendet tehet, hogy melyik karakter jobb és rosszabb. Így nekem Teresa karaktere a kedvencem, hiszen ő egy egykori döntését nagyon következetesen követ, és full menőn viszi ezt véghez, ráadásul jó abban, amit csinál, és szép is. A második ilyen karakter Brenda karaktere, aki hátulról úgy tartja az egész bandát, az ő lazasága és az ő őszintesége ad valami olyat a csapatba, amit a többiek nem tudnak. Utána jön Newt, aki ugye főszereplőnek a jobb keze, vicces, laza, szimpatikus karakter, és ott van Thomas, aki egyszerűen csak menő, ő a főnök, és nincs neki semmi hibája. A többiek nagyon laposak, ugyanolyanok, csak a szimpátia alapján lehetne dönteni, számomra egyikőjük sem emelkedett ki. Kifejezetten rossz karakter volt a főgonosz csávó karaktere, aki lövöldözött össze-vissza, de nem voltak érthetőek a motivációi se, és nem is lehetett megérteni semmi logikát abban, amit ő csinál. Látvány és hangvilágában a szokásos sci-fi digitális effektek észlelhetőek, képeiben inkább a meleg és a hideg színek kontrasztja található folyamatosan, ami mostanra tipikus, de nem egyedi. Viszont menő, hogy ezért egy magyar felelt, és mégis ennyire amerikaias.
ebben a filmben főleg akciódús pillanatok vannak, de van kettő, ami kitűnik ezek közül. Az első, az Newt betegsége. Mikor megtudjuk, hogy Newt beteg, akkor az mindenkinek egy fájdalmas, de gondoljuk, hogy jó, majd meggyógyul. Utána jön az, hogy már nagyon gyenge lesz, akkor tudjuk, hogy most már mindjárt ott a gyógyszer, szokásos izgalmi szint megvan. Majd mikor már elkezdenek verekedni Thomasszal, akkor ott egy emlékezetes pillanat van. Aki nem volt benne teljes mértékben az útvesztő világában, még annak is izgalmas volt, hogy a két jó barát egymással ilyen szinten életre halálra verekedik, és volt benne egy igaz feszültség. Amikor tudjuk, hogy valakibe beleszorult a kés, az tényleg fájó pillanat. Nem tudjuk, hogy melyikük, bennem például végigment az, hogy oké, akkor ezért befejező rész. Mögöttem volt, aki felszólalt, hogy nem hiszem el, hogy ilyen köcsögök. És igen, ebben volt valami köcsökség, hiszen az a Newt volt a legőszintébb karaktere ennek a filmnek, úgy akarta, csinálta, poénkodott, segített, küzdött a betegség ellen, bizakodott, és ennyi küzdés után belebukni hagyni, mikor ebben a filmben mindenki más kihúz valaki a problémából, és pont ezt a karaktert belebuktatni, kicsit köcsökség. Newt halálának pillanata történetileg adhat egy olyan magyarázatot, hogy Thomasék rosszul döntöttek azzal, hogy harcoltak a veszett ellen, hiszen hogyha nincs ez az egész, akkor hamarabb kiderül, hogy Thomasnak a vére igazi ellenszer, és akkor nem kellett volna meghalnia Newtnak. Teresa halála szerencsétlenkedés. Ott van a hajó, fel tudnának ugrani, de ne, aztán a beteg, véres, meglőtt Thomas fel tud ugrani, de az az erős nő, az nem. És olyan, mintha meglátta volna a régi barátait, és úgy gondolta volna, hogy annyira szégyelli, hogy elhagyta őket, hogy ő inkább nem tud velük élni. Teresa halála és Newt halála is olyan pillanat, mely a film után is képes gyász érzést adni a nézőbe. Halálkúra az áldozatvállalásról és a feláldozhatóságról szól. Miért meg mit? Feláldozható-e egy szerelem egy barátságért? Vagy feláldozható-e egy barátság egy életért? Vagy egy élet sok életért, esetleg a saját életem valaki más életéért? A film filozófiájában benne van az is, hogy Thomas kezében van egy kettős hatalom. Az egyik az, hogy követik őt, hallgatnak a szavára, a másik pedig az, hogy a vérében ott van az igazi ellenszer, ami megöli a vírust. Ezzel ő egy modern Noé-vá válik, hiszen Noé ugyanúgy dönthetett arról, hogy kiszállhat fel a bárkáról, mint ahogy Thomas eldöntheti azt, hogy milyen módon szabaduljanak meg a világ végétől. Összegezve a kritikusok a halálkúrát jó akciókkal telinek mondják, de egy gyenge filmnek. Ha tetszett a Zsivány 1-es, a Valerian és az Ezer bolygó, a Percy Jackson folytatása, vagy a Mad Max haragútja, esetleg a Beavatott folytatásai, akkor ez a film is tetszeni fog. Nálam ez a film 69%, de ha szeretnél nézni valami sci-fit, ami ennek pontosan az ellenkezője, akkor nézd meg a Blade Runner 2049-et.